Üdvözlök mindenkit! A mai videóban az utolsó pengőérmény szomorú történetét mesélem el. Ő az, öt pengő, alumíniumból készült, 1945-ben gyártották, Iván István a tervezője, aki később egy évvel később elindult forintnak, forintérmék egyes darabjait is tervezte. Az utolsó ötpengős alumíniumból készült, akárcsak a pár évvel korábban még a háborús években vert Hortis ötpengős, ami már szintén alumíniumból készült, ennek a korábbi változatai ezüstből, a háború előtti változatai, de a háborús változatai már alumíniumból, mert hát válságban volt akkor az ország, ötpengő, Horti. Aztán 1945-ben, mikor véget ért a háború, akkor igencsak eltünedeztek az utcákról, meg a forgalomból az érmék, és egyébként pénzügyi válság is volt, és az akkori, úgymond hatóság azt gondolta, hogy akkor kibocsátja a két pengőst és az öt pengőst. A két pengőst végül nem bocsátották ki, mert az infláció már igencsak elkezdett galoppozni, és már nem volt sok értelme, de az öt pengőst kiadták, méghozzá pontosan két hónapra, 1945. szeptemberétől 1945. októberéig volt forgalomban, október 31-ig egész pontosan, amely napon egyébként az összes meglévő pengő érmét és bankjegyet kivonták a forgalomból. Ennek az ötpengősnek a vásárló ereje körülbelül az én értékelésem szerint olyan a mai olyan 20-as, 50 forintosnak felel meg, ugyanis 1945. októberében egy kiló kenyér az olyan 25-30 forint volt. És akkor október után elkezdődött a világtörténelem legnagyobb hiperinflációja. Az év végére, tehát 45. december végére már 550 forint volt egy kiló kenyér, akkor ez a pengő már nem volt forgalomban, és 46. júliusában pedig már 1 millió billió pengőket nyomtattak, millpengőket, milliárd pengőket, tehát iszonyú nagy címleteket. Tehát még jó, hogy kivonták a forgalomból az öt pengőst, mert viszonylag hamar teljesen elértéktelenedett. Egyébként kicsit látszik az érmén, hogy hevenyészve lett megtervezve, de ennek ellenére én nem tartom csúnya érmének. Egyébként a verőtövek, amikkel gyártották ezt az érmét, az a kilőtt tankoknak a tengelyeiből készültek a verőtövek. Tehát azokból csinálták. Mármint abból, azzal a tankok tengelyével verték az érméket. Szép tervezésű érme, mondom, Iván István később a forintotjainkat is tervezte. A hátlapján az országház látható. Országnév nincs, mert ekkor bizonytalan volt, hogy egyáltalán milyen rendszer van. Azt írták az ország név helyett, hogy magyar állami váltópénz, elől pedig szőlő, kalász, és a címer, a koronás címer látható, meg az ötpengő felirat. Úgyhogy ennyi az ötpengős szomorú története, utána, tehát a kivonása után nem egész egy évvel, tehát őt október 31-én vonták ki az összes többi pengővel, és már rákövetkező évben, augusztus elején, 1-én indult a forint. Tehát 46. augusztus 1-én. Most ezekből csak néhány érdekesebb fillér érmét mutatok. Az első két filléresünk, magyar állami váltópénz van még mindig a hátulján, a 10 filléres, szintén a békegalambbal, és a 20 filléres. Egyébként a két fillérest is Iván István tervezte, ugyanúgy, mint az utolsó pengő érménket, amiről az imént beszéltem.